Megújult Bonyhádon az Árpádházi Szent Erzsébet Szociális Otthon C épülete a legutóbbi beruházásnak köszönhetően. Az intézményt 1951-ben alakították ki a város határában lévő malomépületből. 2005-ben már volt egy nagyobb felújítás és bővítés, amely jelentős változást eredményezett az ellátottak élet és a dolgozók munkakörülményei szempontjából. Ezúttal a nyilázárok cseréjére is sor került. A tavaly elkezdődött felújítás volt azóta a legjelentősebb, összesen 61 millió forintból 175 nyilátszárónak a cseréjét valósították meg itt a C épületben gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezzel az emmi egy felújítás sorozatot kezdett, kezdett el. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye számú választókerületének országgyűlési képviselője azt is hozzátette, ahhoz, hogy az intézmény komfortosabb és fenntarthatóbb legyen, szükségszerű az energetikai korszerűsítés. Szigetelni kell az épületeket, energiahatékonyságra kell törekedni, egyébként a kazánnak a cseréje megtörtént már a tavalyi évben, úgy Úgyhogy reméljük azt, hogy nem csak a C épület, hanem többi épület is felújul. A beruházáshoz szükséges 61 millió forintot az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította a Pénzügyminisztérium jóváhagyásával hazai költségvetési forrás terhére.